Jó napot kívánok! Önök a Zebrát, a Duna Televízió közlekedésbiztonsági magazin műsorát látják. Mai adásunkban utána járunk, miközben a kontaktlencsének a nyaraláshoz, foglalkozunk a hajós jogosítványokkal, előtte azonban motorozzunk együtt. A csapatban történő motorozás fokozott figyelmet és óvatosságot igényel minden túrázó részéről. Folyamatosan figyelni kell az előttünk, illetve a mögöttünk haladó forgalmat, és ezen kívül persze sok mást is. Motorozni jó, akár egyedül is. Mégis szinte egybehangzó vélemény, csapatban motorozni semmihez nem hasonlítható. Sokan azt gondolják, ha egyedül képesek motorozni, akkor a konvojban való haladás sem okoz gondot. Ám ez nem így van. Csoportos motorozásnál rendkívül fontos különbséget tenni a létszámról, hogy mekkora létszámmal indulunk el, illetve hogy ismerős társasággal vagy idegenekkel. Én mindig óckodok attól, hogy valaki vakon elinduljon egy nagyobb társasággal motorozni, fogalmunk nincsen arról, hogy milyen motorkerékpárja van, milyen vezetési tudása van, milyen műszaki állapotban van maga a motorkerékpárja, illetve hogy milyen állóképessége van. Azért azt figyelembe kell venni, hogy egy-egy nagyobb túrázásnál nagyon fontos az, hogy milyen szokások vannak az emberekbe, milyen tempóban motoroznak, hogyan kanyarodnak, mennyire hajlandóak egymásra figyelni, hisz magán a csoporton belül is tudunk elég komoly problémákat okozni. Ugye, hogyha ismerősökkel megyünk, baráti társaságokkal, ott megvannak már a kialakult szokások, ki megy elő, ki megy középen, ki megy hátul. Egy 10-15 fős társaságnál mindenféleképpen muszáj legalább 3 tapasztalt motorosnak lennie. Egy, aki elől megy és tudja az utat és biztonságosan tudja bevinni az embereket a kanyarba, hisz magával a technikás egyenessel nem szokott sok problémája lenni senkinek, hanem tényleg a kanyaroknak a bejárati íve, kijárati íve, maga az érintési pont, illetve az útfelületen előforduló szennyeződések kikerülésénél kell, hogy elől egy határozott és pontos motoros legyen. Középen azért kell lenni valakinek, aki azért rutinos, mert valahova el kell helyezni azokat az embereket, akik gyengébbek, akiknek szeretnénk segíteni abba, hogy jobb motorosok váljanak, kell valaki középen, aki őket irányítja. Leghátulra pedig én mindig a legerősebb motorosomat szoktam hátra rakni, aki alapjában véve mondjuk a legdinamikusabb motorral és a legerősebb fizikummal rendelkezik. Amennyiben nem tud a csoport egyszerre haladni, előre meg kell beszélni, melyik helyen lesz a találkozásuk. Így nem fordul elő az, hogy aki lemarad, az gyorsabban húzza a gázt, hogy utolérje a többieket, amiből elég sok figyelmetlen baleset történik. Útszakasztól függ az, hogy milyen időközönként tartsunk pihenő szakaszt, illetve a motorkerékpárokat milyen sűrűn kell megtankolni. Ha elmegyünk egy komolyabb hegyi szakaszra, akár egy szerpentinre Magyarországon kívül, tehát én most nem a Mátráról vagy a Mecsekről beszélek, hanem tényleg egy komoly technikai tudást igénylő szakaszt, akkor én azt mondom, hogy egy olyan 70-80-100 kilométerenként mindenféleképpen érdemes megállni, és egy napra 400 kilométernél többet nem szabad betervezni, mert már nem fogunk tudni olyan szinten odafigyelni, oda koncentrálni, arról nem is beszélve, hogy valamikor meg kell állnunk inni is és enni is. A motorozás az hasonló, mint az élsport. Sokan ezen mosolyogni szoktak, de valójában így van. Tehát folyadék mindig kell, hogy nálunk legyen, sőt, a következő a csokoládé, amire rendkívül fontos, hogy legyen nálunk tápanyag. Nem szabad sokat enni. Rendkívül sok motoros elköveti azt a hibát, hogy elmennek túrázni, megállnak valahol, és jól bekajálnak. Onnantól kezdve nem lehet motorozni. El lehet indulni, rajta lehet ülni a motorkerékpáron, de ez már nem motorozás lesz. Tehát, hogyha jó be akarunk kajálni, akkor utána ne induljunk már tovább, hanem akkor tartsunk akár azt mondom, hogy egy 2 órás pihenőt is. Jó, ha a motorok a sávon belül cipzár alakzatban követik egymást. Erősebb fékezésnél így az előtte haladó mellé fut be. Maga a motoros csoportnak a közlekedése úgynevezett farkasfog alakzatban a legideálisabb. Így lehet a legkisebb szűk helyre biztonságosan bezárni egy-egy társaságot, ami természetesen előzésnél fel kell bontani. Tehát mindig tiltani szoktam azt, hogy egybe menjen ki a csoport előzni. Mindenki önállóan motorozik, mindenki a saját életéért felelős, mindenki saját magáért és a motorkerékpárjáért. Ezért én mindig azt szoktam kérni, hogy egy ember befejezte az előzést, utána induljon a másik. Természetesen vannak olyan rutinos motorosok, akik úgy párosával, hármasával nekiindulnak. Ezzel mindig addig nincsen baj, amíg egyszer csak szembe lévő kanyarból nem tűnik föl egy kamion, és valaki, aki harmadiknak, negyediknek jön, nem szorul be a kamion mellé. Rendkívül fontos az, hogy továbbra is a motorkerékpárra én irányítom, egyedül vagyok. Az, hogy egy
társasággal együtt haladok, az majd a keresztben nem fog megvédeni, hogy azt mondom, hogy de ő kiment előzni, és ő mutatta, hogy én menjek. Tehát a felelősséget én fogom vállalni továbbiakban. Kontaktlencse és kontaktlencse között is különbség van. Más javasolt a mindennapokra, más az utazáshoz, sporthoz, vagy éppen a nyaraláshoz. Mi most ez utóbbit vesszük górcső alá. A világ lakosságának 50%-a látáskorrekcióra szorul. A kontaktlencsék egyre gyakrabban helyettesítik a szemüveget, főleg nyáron, hiszen ilyenkor a keret alatt könnyen beizzadhatunk, az orrtámasz műanyag papucsa így irritálhatja a bőrt, ami elvonhatja a figyelmet az útról. A kontaktlencse a melegben kényelmesebb, praktikusabb viselet, ám nagyobb odafigyelést igényel. Ha nem akarunk szemgyulladást vagy esetleg egyéb komolyabb szembetegségeket összeszedni a kontaktlencse viselés, illetve a nem megfelelő kontaktlencse viselés miatt, akkor sajnos a kontaktlencse higiéniára nyáron is, a szabadság ideje alatt is ugyanúgy oda kell figyelni, mint a hétköznapokban. Ebből a szempontból talán egy kicsit ideálisabb, ha valaki az úgynevezett egynapos eldobható kontaktlencséket használja. Ezek az egynapos eldobható lencsék még azoknak is ajánlhatóak, akik egyébként az év többi részében ezeket az úgynevezett egy hónapos élettartamú lencséket használják. Tehát egy hónapon keresztül használják a lencsét, minden nap kiveszik a szemükből, megtisztítják, és utána másnap a tisztító fertőtlenítő folyadékból helyezik fel. Aki ezt a macellát sem akarja a két hét vagy három hetes szabadsága alatt végigcsinálni, nekik ajánlható az egynapos eldobható lencse. Az egynapos eldobható kontaktlencsének az élettartama értelemszerűen arra az egy napra korlátozódik, amikor az ember használja. Az úgynevezett havi kontaktlencséknek pedig 30 napot jelent, és utána el kell dobni. Ezt azért hangsúlyozzuk mindenféleképpen, mert az úgynevezett túlhordás, ami azt jelenti, hogy a meghatározott élettartamon túlvisel valaki kontaktlencsét, nagyon komoly szövődményeket okozhat a szemen a kontaktlencse viselőjének. A szemgyulladás még csak egy enyhébb szövődmény, kialakulhatnak sajnos fekélyek és egyéb elváltozások is a szemen, amik súlyosabb esetben már nem tűnnek el teljesen nyomtalanul, hanem folyamatosan akár zavarhatják a látást is. Mindenképpen jó, és az az ideális, hogyha valaki a szemüveget és a kontaktlencsét felváltva tudja hordani, hiszen a szem hosszú távú egészsége szempontjából az a jó, hogyha a kontaktlencse viselés mellett valaki tudja pihentetni a szemét. Azt szoktuk ajánlani, hogyha mondjuk napi 8-10 órát hordott valaki kontaktlencsét, akkor utána már szemüveget vegyen föl, hiszen ezzel is pihentetjük a szemet. A kontaktlencse választás természetesen a szakembernek a dolga, de a szakemberek, a kontaktológus szakemberek tisztában vannak azzal, hogy léteznek olyan kontaktlencsék, amik szűrik az UV-sugárzást. Ez nagyon jó, hiszen ha valaki leveszi a szemüveget, ami egyébként valamilyen szinten szűri az UV-sugárzást, és a szem védtelen maradna ebből a szempontból, akkor az UV-szűrős kontaktlencse kiszűri az UV-sugárzást, de csak a szaruhártyára érkező UV-sugárzást, a szaruhártyán túl eső területeket, amiket hát szemfehérjének szoktak nevezni az emberek, ez a kötőhártyát jelenti és az inhártyát egyébként, ez védtelen marad, ezért mindenképpen ajánljuk, hogy a kontaktlencse, még az UV-szűrős kontaktlencse mellé is egy jó napszemüveget hordhasson valaki. Autóvezetésnél nagyon nagy ellenség idézőjelbe téve a menetszél, illetve a nyári időszakban a légkondicionálónak a használata, hiszen ezek a kontaktlencsét kiszárítják a szemen. Ha a kontaktlencse a szemen kiszárad, akkor ez egy nagyon kellemetlen, úgynevezett diszkomfort érzetet kelt. Tehát az ember azt érzi, hogy valami van a szemében, a látás élességet is egyébként csökkentheti, és ennek a kettőnek a hatása mondjuk egy forgalmas autópályán való vezetés esetén a figyelmet elvonja, csökkent, és ezáltal potenciális veszélyforrást jelenthet. Mindenképpen szükséges és érdemes úgynevezett műkönyv készítményt magánál tartson a gépjármű vezetője, amely arra szolgál, hogy ezt a kiszáradt kontaktlencsét hidratálja, nedvesítse, és ezáltal a viselési komfortot és a látási élességet, ami a vezetésnél elsőrangú szempont, ezt biztosítsa. Vezetés közben az egyik legfontosabb, hogy jól lássunk. Tegyünk meg mindent ennek érdekében.
Műsorunk korábbi részében már foglalkoztunk a magyarok hajózási szokásaival. Ezúttal annak jártunk utána, milyen engedélyekkel kell rendelkeznie annak, aki a hajó kormánya mögé áll. Magyarországon nagyjából 80 ezeren rendelkeznek hajózási képesítéssel, vagyis a 22 ezer belvízi kishajóra és 500 nagyhajóra nagyjából négyszer annyi hajóvezetői bizonyítványt adott ki a Nemzeti Közlekedési Hatóság. Ha a kettelési célú hajózásra kiadott bizonyítványok számát nézzük, az évről évre emelkedik. Vizsgára 4000-4500-an jelentkeznek évente. A kettelési célú hajózásban ugye két jelentősebb jármű kategóriát különböztetünk meg. Az egyik, ami képesítéshez nem kötött, ez a csónak, második pedig, amelyik képesítéshez kötött, ez a kishajó. Ez kétféle lehet, motoros kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó. A csónaktól a motor teljesítménye, a vitorlavászon felületének nagysága, illetve a hajó hossza különbözteti meg. Régebben 5 lóerő, most pedig 10 lóerős motorral hajtott 7 méternél rövidebb vízijármű, az még csónaknak számít. Még egy követelmény van, a vitorla felület, tehát hogy 10 négyzetméter alatt még csónaknak számítjuk a hajót, a fölött pedig már vitorlás kishajónak. Ezekhez kishajóvezetői képesítés szükséges, nem úgy, mint a csónakvezetőknek. Ez azért nem azt jelenti, hogy bárki bármilyen állapotban vezethet csónakot, aki csónakot vezet, annak ismernie kell magát a vízterületet, kell gyakorlattal rendelkeznie, és többek között azokat az embereket, akiket ő szállít, meg kell győződnie, hogy tudnak úszni, vagy ha nem tudnak úszni, akkor mentőmellényt kell rá biztosítani. Emellett a csónakok felszerelésének is meg kell felelnie az előírásoknak. Ezek a felszerelések, ezek olyanok, amelyek évtizedek, évszázadok során alakultak ki és beváltak. Tehát ilyen az evező nyilván, amivel evezni kell, haladni kell tudnia. Ilyen a csónakban mentőmellény, ami nyilván az embernek az életét menti, hogyha a vízbe kerül, és nem csak akkor kell, amikor nem csak saját magának, hanem esetleg ha valakit mást is menteni kell, akkor ilyen a szapoly, amivel a vizet tudjuk kimeríteni a csónakból. Annyit illik tudni, hogy a Balaton a 30 cm szabad oldalmagasságot kell, hogy tudjon a csónak, tehát addig lehet terhelni, egyéb vízterületeinken pedig 25 cm-t kell, hogy szabad oldal magasságot biztosítsanak. És hát ugye a csónak vezetése az 14 év alatt nem lehet, hogyha motoros, akkor pedig 17 éves kor felett lehet motoros csónakot, tehát motorral hajtott csónakot vezetni. Újdonság, hogy most már nem kell a víztől óvni a bizonyítványokat. Kártyaformátumú biztonsági okmányként adjuk már ki a kettelési célú hajózási képesítéseket, ami ugye régebben papírformátum volt, amikor a hajón vitte, elázhatott, hát ez már nem ázik el. Az ára drágább, tehát jóval drágább, viszont 10 évig érvényes, akkor is érvényes, hogyha lejár az orvosia a 10 éven belül, akkor az orvosit kell meghosszabbítani. Az orvosi engedélyek érvényességére figyelni kell azonban, és nem kötelező leváltani a régi bizonyítványokat sem. A régi kifutó okmányokat, hogyha egészségügyi alkalmassági vizsgán részt vesz valaki, a papírformátumban az orvos bepecsételését követően továbbra is érvényben maradnak, amíg az le nem jár. Tehát az és akkor már kötelező, hogyha nincs több rubrika az orvos pecsétjének. Ennyi fért közlekedésbiztonsági magazinműsorunk mostani adásába. Legközelebb, ahogy eddig is, 4 hét múlva jelentkezünk. Addig se felejtsék, a zebrán mindig a gyalogosoké az elsőbség.